Sziasztok, drágáim! Hogy vagytok? Én annyira örülök neki, hogy ennyire aktívak vagytok a csoportban, hogy ilyen sok hozzászólás van, ilyen sok beszélgetés van. A megfelelési kényszer egy nagyon fontos téma az életünkben. Nagyon sokunkat korlátoz, és nagyon fontos, hogy ezt felismerd, illetve le tud tenni ezeket. Úgyhogy ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy erről beszélgessünk. Ezért készítettem ugye a másfél órás előadást, aminek szívből örülök, hogy ilyen sokan megnéztétek, mert több mint 550 ember nézte meg az előadást. Nagyon-nagyon örülök ennek, mert nagyon sokan visszajeleztetek ezzel kapcsolatban, hogy mennyire szemfelnyitó volt, mennyi felismerésetek volt közben, mennyire sokat adott az előadás, és én ennek szívből örülök. Úgyhogy kérlek, hogyha neked is adott valamit, hogyha adott esetleg egy új nézőpontot, vagy rálátást valamire az életedben, és esetleg még nem osztottad meg velem, vagy velünk, akkor kérlek, hogy írd meg kommentben, vagy akár privát üzenetben, az info@kolozsimarian.hu e-mail címen találsz meg, nagyon fogok neki örülni. Szeretnék még több értékes, hasznos tartalmat adni nektek, de ehhez szükségem van a visszajelzésetekre. Szia, Adri! Nagyon örülök, hogy itt vagytok élőben, nyugodtan köszönjetek be, írjatok bátran, ahogy ígértem, ugye lesznek a kérdéseitekre válaszvideók, és ez az első ilyen válaszvideó. Tehát tényleg szeretnék nektek minél több hasznos tartalmat készíteni, viszont ehhez arra van szükségem, hogy visszajelezzetek azzal kapcsolatban, hogy tetszett az eddigi, mire lenne szükségetek, mi az, ami segítene, mi az, ami bennetek van. Úgyhogy kérlek, mindenképpen írjatok akár kommentet, akár privát üzenetet. Hamarosan kezdek egy élő konzultációt, egy online konzultációt, ugye most élőt sajnos nem tudok tartani, de hamarosan kezdek egy online konzultációt, úgyhogy nincsen túl sok időm, ezért kiválasztottam Zsoltnak a visszajelzését. Köszönöm a visszajelzéseket, nektek is megy vissza a like, a szívecske. Szóval Zsoltnak az egyik kérdésére fogok ebben a videóban válaszolni. Ahogy ígértem a kérdéseitekre, amiket feltettetek a kérdező poszt alatt, folyamatosan fogok válaszolni, ahogy tudok, mindig egy-egy kérdésre fogok válaszolni, és bízom benne, hogy ezekből a videóból ugyanúgy tudtok tanulni. Na, nézzük akkor Zsoltnak a kérdését, felolvasom, hogy tisztában legyetek vele, hogy mire fogok válaszolni. Egy jó téma lehet még a nők munkahelyi megfelelési kényszere. Több nőismerősöm túldolgozza magát, és úgy látom, náluk ez nem munkahelyi követelmény, hanem ők önként dolgoznak többet. A munkahelyük meg nyilván nem fog szólni, hogy ne csinálj nekem több munkát, profitot. Némelyiküknek a szabadideje vagy kimerültség, de vannak, akinek az egészségének a rovására megy ez. Erről beszéltem már velük érintve a témát, és mintha robotok lennének, akiket beprogramoztak, nem tudnak ebből kilépni, és nem is akarnak. Az már jónak számít, ha némelyikük egyáltalán elgondolkozik rajta. Nem akarom elvenni tőlük a tapasztalás és tanulság élményét, mert valószínűleg ez egy lecke, amit még nem tanultak meg, hogyan helyezzék magukat fontossági sorrendben előre. Mondtad már videóban, hogy segítettél már ilyen emberen, aki felkeresett téged, apró lépésenként változtatva ezen. Igen, ez így volt. Az lenne a kérdésem, hogy ha nem kérnek segítséget, akkor az ilyen embereket hagyjuk, hogy menjenek tovább ezen az úton, míg rá nem jönnek, ha viszont beismerik, hogy segítségre szorulnak, mi hogyan tudunk segíteni, ha egyáltalán nekünk kell segíteni? Köszönöm. Hát ez egy jó kis komplex kérdés, és megpróbálok komplexen válaszolni, illetve saját tapasztalataimat átadni ezzel kapcsolatban. Ugye szinte mondatonként lehetne hozzáfűzni valamit Zsoltnak a kérdéséhez. Szia, Anna! És ez tényleg egy jó téma. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy milyen pontok vannak ezzel kapcsolatban. Miken tudtok dolgozni, illetve segíteni, hogyha valaki egy ilyen helyzetben van. Én is sok ilyen emberrel találkozom, aki túldolgozza magát. Tehát ahogy ugye te is írod, Zsolt, hogy plusz munkát vállal, plusz projektet csinál, és ez tényleg egy megfelelési kényszer. Tehát ez nagyon fontos, hogy értsétek, hogy ez belülről fakad neki. Tehát ő nem akarja ezt csinálni, néha ritkán van ilyen egyébként, hanem ez egy belső inger, egy belső kényszer. Nagyon sokszor én azt látom, nekem nem egy ilyen ügyfelem volt, és van is a mai napig,
Jellemzően én nőkkel foglalkozom, akik ezzel a problémával keresnek meg. Nem ezzel a problémával keresnek meg, hanem ennek a következményeivel keresnek meg. Amik a következők, nincsen párkapcsolatom, nem jön a gyermek, tehát meddőség, nincsen időm semmire. Ahogy te is írod, az egészségügyi problémák, kiégés, depresszió, szorongás, pánikbetegség, és még sorolhatnám. Amikor ilyen helyzetek vannak, szia Tünde, örülök, hogy itt vagy. Amikor ilyen helyzetek vannak, akkor mindig meg szoktam nézni, meg szoktuk nézni közösen, hogy milyennek a lelki oka. Tehát leássunk a gyökeréig, a mélyéig. És szinte minden esetben, nem minden esetben, mindig az van, hogy nem az az oka, amit te gondolsz, vagy amit mondasz. Tehát mindig teljesen másból gyökerezik ez a probléma. És nagyon fontos az, hogy menjünk le a gyökeréig. Mert amíg a felszínt kapargatjuk, addig nem lesz igazi megoldás. Ez olyan, mint amikor az orvoshoz elmész, kapsz valami fájdalomcsillapítót, aztán vagy jó, vagy nem. Nem lett megoldva. Le kell menni a mélyéig, a gyökeréig, és onnan ki kell húzni azt a problémát, és akkor lesz megoldva, akkor oldódik fel a blokk benned. Remélem ez érthető. Tehát nagyon fontos az, hogy vagy sajátíts el egy technikát, amivel saját magadon segítve tudsz dolgozni, és akkor otthon kényelmesen meg tudod tanulni, ugye meg tudod tanulni a technikát, és meg tudod oldani a problémát utána. Én ezt tényleg tiszta szívből szoktam nektek javasolni, mert ilyenkor nem vagy kötve senkihez, nem kell időpontot kérni, nem kell várni a konzultációra. Bármikor bajod van, megtanultad a technikát, ugye nagyon szoktam javasolni, vagy egy Theta Healing alaptanfolyamot, vagy egy Life Coaching tanfolyamot, vagy bármi, ami téged megszólít, sajátítsd el a technikát, és otthon magadon kényelmesen dolgozva tudsz haladni az életedben. A másik lehetőség, hogy amikor vagy gyorsan akarsz haladni, vagy nem akarsz magadon dolgozni, vagy nem akarsz ezzel foglalkozni, akkor felkeresel egy ebben jártas szakembert, mint például én is, és nyugodtan az ő segítségére támaszkodva megbízod őt, hogy egy problémát dolgozzatok ki. Ebben az a jó, hogy az illetőnek a sok-sok éves tapasztalata, a rutinja, ugye a sok ezer óra, amit magába tett remélhetőleg, annak a rutinja az ott van benne, és ti pontosan látja, hogy hol a probléma, mert rögtön jön az információ, és nem fogsz órákat, napokat, heteket, hónapokat körbe-körbe mászkálni, és szabotálva magad nem megoldani a problémát, hanem egy gyakorlott, profi szakember segítségével rögtön meg lesz ugye egy-két konzultáció alkalmával, és simán nálam rendszeresen egy konzultációval megoldunk dolgokat, de ez az kell, hogy az illető meg akarja oldani a dolgokat, tehát ne legyen benne önszabotás, ne legyen benne az, hogy jaj, de mi lesz akkor, hogyha én ezt megoldom. Tehát rengeteg olyan dolog van egyébként egy-egy ilyen blokk mögött, amivel tudjuk akadályozni ezeknek a megoldását. De amikor kiderül például, hogy önszabotás, akkor dolgozunk az önszabotáson, és ennek is rengeteg profitja van, mert utána nem fogod korlátozni ugye magad, és utána lehet, hogy vagy azon a konzultáción, vagy egy következő alkalmon ki tudjuk ugye dolgozni az adott problémát, amivel jöttél. Tehát mindenre van egyébként megoldás. A kérdés tényleg csak az, hogy van-e időd, türelmed, energiád arra, hogy te befektess ebbe, és te végigmenj ezen a folyamaton, mert bizony ez egy folyamat. Aztán nagyon fontos például az is, hogy az, aki ebben a problémában van, ezt ő nem látja. Ezt te is írod, Zsolt, hogy mintha robotok lennének. Én nem így fogalmaznék, de értem, hogy mire gondolsz. Ugye én azt szoktam mondani erre a problémára, hogy nincsen rálátása önmagára. Tehát tényleg nem látja magát. Erre szoktam azt mondani, hogy ilyenkor jó a külső szem. Ugye erről beszéltem pont a heti élő videómban. Érdemes megnéznetek, majd lehet, hogy beteszem ide a csoportba is. Nagyon sokat lehet abból a videóból is tanulni, hogy ez egy pszichológiai tény, hogy saját magunkra és a saját blokkjainkra nincsen rálátásunk egyébként, mint egy másik emberre. Pusztán azért, mert benne vagyunk a saját életünkben, benne vagyunk a saját blokkjainkban, benne vagyunk ebben az egész katyvaszban, és nem látod tisztán ezeket a dolgokat. Tehát rendszeresen találkozom például azzal, hogy valaki megkeres. Egyébként minden rendben az életemben, én nagyon boldog vagyok, minden tökéletes az életemben, mondja ő, és utána pár kérdés után, 3 perc múlva sír, hogy egyébként nem jó a házassága, egyébként romokban az élete, egyébként nem jó a munkája és utálja, és egyébként adósság hátán. De 5 perccel ezelőtt, vagy 3 perccel ezelőtt még egy olyan mesét hallgattam, hogy neki minden tökéletes az életében, ő teljesen boldog, szia Győző, és minden szuper, hiper jó.
Ez az, amikor valaki hazudik magának, amikor valaki vetít magának, amikor valaki illúzióban él. Ilyenkor vagyunk a felszínen. És amikor valaki megértést kap, őszintességet kap, figyelmet kap, szeretetet kap, és valódi figyelmet kap, tehát nem a felszínes, hanem a valódit, akkor le tud menni magában, és rá tud döbbenni arra, hogy igazából nincs minden rendben, és igazából rengeteg problémám van, csak eddig magamnak sem vallottam be, hiszen nem volt mellettem valaki, aki adott volna erre nekem mondjuk türelmet, időt, energiát, figyelmet is meghallgatott volna, és nem volt elég empátia mondjuk egy másik embertől. Mert az egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy egymás által tudunk egyrészt gyógyulni is, illetve fejlődni is, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én ezért szeretem egyébként a csoportos alkalmakat, ezért szeretem a tréningeket, a tanfolyamokat, és ezért nagyon várom egyébként a 16-ai pénztréninget, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok kihozni magatokból, és hogyan fogjátok elengedni majd a blokkjaitokat, mert tényleg azt látom, hogy csoportban sokkal-sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, sokkal erősebbek a dolgok, és sokkal több tudást tudunk felszínni. Köszönöm a szívecskéket, mennek vissza, imádom őket, tudjátok. Szóval, jó sok témát érintünk ebben a válasz videóban, de remélem, hogy tudtok követni. Kérlek, írjátok meg, hogy a gondolatmenet az követhető-e, vagy úgy érzitek, hogy nagyon-nagyon sok felé megyek el, akkor is nyugodtan írjátok meg, akkor megpróbálok sokkal rövidebb és tömörebb válaszokat adni. Bátran írjátok meg, hogy érzitek a válaszomat. Közben nézem még Zsoltnak a kérdését. Ugye írod, hogy nem akarod elvenni a tapasztalás tanulság élményét, hogyan tudunk segíteni, ha hagyjuk, hogy menjenek tovább ezen az úton, még rá nem jönnek, szia Győző, vagy pedig ha segítségre szorulnak, mi hogyan tudunk segíteni. Nos, az első nagyon fontos dolog, amit meg kell tanulni önfejlesztőként, hogy nem segítünk senkinek a kérése nélkül. Ezt nagyon sokan nem szokták érteni erről, tényleg valamikor 20 percet beszélek tanfolyamon, mert roppant fontos az, hogy kéretlen segítség, az ugye a pokolba vezető út egyik ismérve. Nem kezdünk el boldog-boldogtalannak segítséget nyújtani, ha ő nem kér belőle. Szerintem ezzel kapcsolatban mindannyiótoknak van tapasztalata, lehet ezzel egyetérteni, vagy nem egyetérteni, írjátok meg nyugodtan kommentben az ezzel kapcsolatos tapasztalataitokat. Én abszolút azt látom mind a praxisomban, mind a saját életemben, hogy akkor szabad, kell és lehet segíteni bárkinek, ha ő segítséget kér. Nem a férje, nem a felesége, nem az anyósa, nem a barátnője. Rendszeresen van nálam is, hogy most pont ma is volt egy ilyen, hogy egy kedves hölgy írt nekem e-mailt, hogy kedves Marian, megnéztem a YouTube-on a videódat, ami az energiákról szól, hogy ugye alacsony energiaszinten hogyan élünk, meg magas energiaszinten hogyan tudunk élni. Ez egy új videó, nyugodtan nézzétek meg ti is a YouTube-on. Most tettük ki nemrég, és hogy mennyire jó, és hogy ő magára ismert, illetve a barátnőjére ismert, és hát ő szeretne, át is küldte a videót a barátnőjének, és szeretne egy egyéni konzultációs lehetőséget kérni a barátnőjének. És akkor visszaírtam neki kedvesen, hogy nagyon örülök annak, hogy ugye, hogy mi a helyzet, de hogy mindenki magának kérhet egyéni konzultációs időpontot, hiszen én tudom azt, hogy nekem segítségre van szükségem, én tudom azt eldönteni, hogy én fejlődni szeretnék, én tudom eldönteni azt, hogy én mit szeretnék, témában is akár, vagy értitek? Voltatok már hasonló szituációban? Írjátok meg nyugodtan. Tehát, hogy az teljesen oké, és ezt írtam is válaszban, kommentben, egy rövid kommentben, ugye válaszoltam rögtön Zsoltnak, hogy miket lehet ilyenkor csinálni. Tehát ha valaki nem kér segítséget, mi az, amit lehet csinálni? Mert ilyenkor mindig jönnek a de mit lehet csinálni? Az egyik lehetőség, van könyv, most éppen nincs itt, azért néztem hát, meg tudom nektek mutatni, most nincs itt a kezemben a könyvem. Ugye hozd ki magadból a legjobb éned című könyvem, ott hagyod kint az asztalon, és lehet, hogy el fogja olvasni. Győző, köszönöm a megerősítést, Győző írja, hogy ez így igaz. Köszönöm szépen a megerősítést. Egy élet tapasztalatával megerősíti ezt Győző, köszönöm. Szóval nyugodtan hagyd ki az asztalon azt a könyvet, mert többen csinálták ezt a praktikát. Azután volt egy hölgy, egy nagyon kedves hölgy, jár hozzám egyéni konzultációra, az édesanyja, nagyon-nagyon ilyen az elmondása szerint, és nagyon nem akart önfejleszteni, meg nem is látta be a dolgokat,
És ő kint hagyta az asztalon a könyvemet, és az anyukája elolvasta, és képzétek el, hogy azóta már volt előadásomon, és elkezdte magát fejleszteni, beiratkozott az anyase tréningre is, és elkezdte magát a blokkjaitól megszabadítani, és sokkal-sokkal jobb lett egyébként a lányzóval a kapcsolata, csomó mindenre rájött, egy csomó blokkot elengedett már, és ennek az indító faktora, a katalizátora a könyvem volt. Tehát nem kell az, hogy odaadod a kezébe, hogy ezt olvasd el, hanem bőven elég az, hogy kint hagyod. Ha érdekli, akkor megnézi, ha nem, akkor nem. Az említett hölgy is, akit az előbb meséltem, hogy akivel e-mailben beszélgettem, nyugodtan, ha van egy számodra értékes YouTube videó, küld el, ha van egy jó cikk, amit olvastál a blogon, küld el, hogy nézd csak, van egy jó anyag, olvasd el, lehet, hogy megfogja, lehet, hogy megértést kap általa, lehet, hogy éppen ezzel fog elindulni az önfejlesztés útján, nem tudhatod. Lehet, hogy te vagy a kis őrangyala, aki segít neki az önfejlesztésben, simán lehet. Nagyon sokszor van az, hogy ilyen anyagokat küldözgettek egymásnak, és ennek hatására kezd el valaki fejlődni, mert visszahallom, ugye visszajelzésben meg mesélitek ezt sikersztoriba, úgyhogy ez egy tök jó lehetőség. Ha segítséget kér, akkor szerintem nagyon jó az, hogyha saját tapasztalatról beszélsz. Ezért mondom mindig nektek, hogy legyen saját tapasztalat. Tehát az, hogy profitaként mondod, hogy mi lenne neki jó, nem fog működni szerintem. Hanem meséld el a saját fejlődésed történetét, vagy meséld el, hogyha tőlem hallottál egy sztorit, és pont abban a témában van, nyugodtan meséld el. Vagy itt is nagyon jó lehet az, hogyha voltál egy tanfolyamon, tréningen, és elmeséled neki, hogy miket tettél le ennek hatására. Én azt gondolom, hogy mindig a saját tapasztalat a legjobb és a leghitelesebb. Próbáljátok meg hitelesek lenni, próbáljátok meg saját magatok önfejlesztésével, blokkoknak a letevésével segíteni a többieket is. Úgyhogy én ezeket tudom javasolni, Zsolt, és mindenkinek hasonló kérdése van, ezzel tudjátok a legjobban a barátaitokat, a családtagjaitokat és saját magatokat is segíteni. És nagyon fontos egyébként, hogy figyeljetek egymásra, és segítsétek egymást, mert nem tudhatod, hogy lehet, hogy éppen neked az a feladatod, hogy te átküldj egy cikket vagy egy videót valakinek, mert te tényleg egy ilyen útbaigazító vagy lehet, vagy a jó híreknek a hozója vagy, vagy olyan, aki mutatja az utat másoknak. Nem tudhatod, hogy mi a te feladatod. Ha van egy ilyen belső jelzésed, akkor igenis tedd meg. És hidd el, hogy utólag hálásak lesznek neked, illetve te is hálás leszel magadnak, mert hogyha ez az illető elindul az önfejlesztés útján, akkor utána lehet, hogy ő fog neked segíteni. Majd, tehát visszakapod a segítséget, vagy egy remek közösség fog kialakulni, vagy egy remek barátság fog kialakulni, azért, mert ő is elkezdi fejleszteni magát, és érteni fogja, hogy te miben vagy, és tudjátok segíteni egymást. Én tiszta szívből kívánom nektek, hogy ez történjen meg minél többször az életetekben. Bízom benne, hogy tudtam segíteni nektek ezzel a videóval, és nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket még, ugye a kérdezős posztban. Folyamatosan beszélgetünk ugye a különböző posztok alatt. Én nagyon-nagyon örülök neki, szívből örülök, hogy ilyen aktívak vagytok, hogy ilyen fantasztikus beszélgetések zajlanak a csoportban. Ezt még szeretném, hogyha sokáig így lenne, sőt, nyugodtan kérdezzetek még többet, hogyha van kérdés, és fogok jönni még a további kérdéseknek a megválaszolásával is. Kérlek, hogy írjátok meg kommentben mindenképpen, hogy kielégítő volt a számotokra ez a válasz. Ha van bármilyen kérdésetek még ezzel a témával kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg, és várom akkor a kommentjeiteket itt a videó alatt. Legyen gyönyörű szép napotok, és akkor folytatjuk a beszélgetést, és hamarosan jövök a következő videóval. Sziasztok!